A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit augusztus 29-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy összeállítást láthatnak az Albalégia Jazz Fesztivál 3 napjáról, majd 2 beszámoló következik a Szent István Király Múzeum Múzeum Akusztik című programsorozatáról. Tartsanak velünk! Jubileumi koncertsorozattal ünnepelt az Albalégia Jazz Fesztivál. Idén a hazai zenei élet meghatározó zenekarai már 10. alkalommal köszöntötték a műfaj barátait. Pénteken este kezdődött meg a 10. jubileumi Albalégia Fesztivál Székesfehérváron. A fesztivál 2014 óta minden évben színesíti Székesfehérvár zenei életét. 3 napon keresztül nem volt megállás, hazánk legigényesebb zenekarai varázsoltak és hódították meg a várost az ingyenesen látogatható koncerteken. Idén is a hazai jazz, fúziós zene, funk soul szcéna a legnépszerűbb együttesei előadói koncerteztek a Bartók Béla téren felállított szabadtéri színpadon. A nyitónapon az MD Blues, Szebényi Dániel és Mike Gotthard, az Urbán Orsi Group és a Loop Doctors, Varga Gergely és Gesztesi Szandra mutatkozott be a vájtfülű közönségnek. Az idei jubileumú év 10. alkalommal rendezzük meg a fesztivált. Ugyanaz volt a menet, mint a korábbi években. Valamikor karácsony táján ülünk le mindig a Tamás Vörös, Tamás főszervezetársammal először végigbeszélni a következő évek a koncepcióját, és a legfontosabb vezérlő elv továbbra is a stiláris nyitottság, úgyhogy idén is ez volt az egyik legfontosabb szervezési szempont. Hogy sikerült meghívni azokat a csapatokat, akik azt hiszem, hogy a hazai jazz élvonalában vannak? Időbe kell ébredni, ezt is megtanultuk már az elmúlt 10 évben, hogy hál' Istennek azok a zenekarok, azok a művészek, akik valóban az élvonalban vannak és nyaruk tele van. Január-februárban legkésőbb le kell velük szervezni, úgyhogy miután mi a Tamással egy asztalnál megállapodtunk abban, hogy mi legyen az idei választék, pillanatok alatt egyeztettünk velük is. Vörös Tamás számára is megerősítés hozhatott az első nap, hiszen fantasztikus zenével köszöntött be a közönségnek a meghívottak. Mindig próbálkozunk, ugye az első szempont a Székesfehérvár, tehát a Székesfehérvár élő vagy ide tődő zenészek. A 2. szempont az, hogy ki nem volt már régen. 3. szempont, hogy kik vannak újak, új hangzások, vagy új összeállítások. És akkor elkezdjük most hála Istennek igen sok jazz zenekar van az országban, és nagyon sok fiatal, és nagyon sok tehetséges. Sokáig tart, mert ugye 9 zenekarról van szó, tehát ezeket nagyon nehéz összerakni. Néztem a műsort, fantasztikus lesz a mai is. Hogy sikerült összeállítani ezt az első napot? Hát a Daniékat én már régóta meg akartam ide hívni duóba, Misivel játszanak, 2 zseniális zenész, és ilyen bluesos, szólos, tehát nagyon ráhangolja az embereket erre az egészre. A következő zenekar, az Urbán Orsi nem volt még Fehérváron, és szerintem ez egy hiánypótlás. Meg én nekem is egy ilyen erestanciám volt, hogy őket elhívjam, és az utolsó zenekar pedig ugye az a Fúzió Group, aki szinte régen volt, de azért hozzátartozik, hogy a Kodolány Egyetemnek a tanárairól is van szó. Tehát fehérvári kötődés is van. A Blues MD, Szebényi Dániel, Artisius Petőfi és örömzenedíjas billentyűs és Gotthard Mihály, azaz Mike Gotthard gitárvirtuóz lenyűgöző duója kivételes produkciója adta meg az alaphangot. Ebben az izgalmas felállásban egy vérbeli blues rock élménnyel ajándékozták meg a közönséget. Fehérvárra mindig nagyon szeretek, meg szeretünk visszajárni, az egyik kedvenc városom egyébként így Magyarországon, meg amúgy is a világon, nagyon sok szál köt ide. A magánéletből is, meg a szakmai életből is, ugye van itt a Hangszintér Zeneiskola, ahol én a jazzzel, meg a könnyű zenével úgy igazán, a Hangszintér Zeneiskolának a
ilyen nyári zene, bodajki zenetáborába kezdtem el ismerkedni, ahol is találkoztam például a Vörös Tomival is, illetve onnan ismertem egy csomó olyan embert, akik hatalmas hatással voltak az életemre. Szóval ezért annyira kedves minden egyes alkalommal ide visszajönni, zseniális. Meg imádjuk ezt a teret, ez a Bartók Béla tér, szerintem gyönyörű és egy nagyon inspiráló hely, ahol nagyon jó játszani. Mit hoztatok mára? Duóba jöttünk el Gotthard Misi barátommal, az a neve annak a formációnak, hogy Blues MD, ez igazából azért jött létre, hogy a számunkra kedves dalokat el tudjuk játszani egy ilyen nagyon intim környezetbe. Itt nem nagyon lehet elbújni hangos dobok, meg hangos basszusgitár mögé, meg itt igazából nincsen védőháló mögöttünk, hanem ketten vigyázunk egymásra a muzsikálás során. Egy-két saját dalt is belerakunk ugye ilyenkor a repertoárba, illetve a kedvenc kis bluesainkat elővesztük, mert igazából az az, ami elindított minket ezen az úton, a rock meg a bluesnak a szeretete, és ez is, ami összekapcsolt minket egyébként akkor, amikor találkoztunk a jazz tanszéken, ami jazz, de végül is mi a rock meg a blues miatt lettünk ilyen jó barátok. A következő fellépő az Urbán Orsi Group volt. Urbán Orsi természetes, délies kisugárzású jelenség, aki sajátos, mély és erőteljes hangszínével varázslatos hangulatot teremtett ezen az estén is. Csapatának jellemzője, hogy sokféle zenei stílusban megmutatkozik, a swingen át, a big band zenén keresztül a latin örökzöldekig. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek, sőt itt lehetünk a zenekarral, sőt van is fehérvári kötődés, mert a gitárosunk Birta Miki nagyon sokszor megfordul itt és tanít is, de nem voltunk még ezen a fesztiválon, talán annál is inkább, mert ezt a zenekarom régóta létezik, de most egy kicsit felfrissítettem és újra gondoltam, és a programot is megújítottuk egy kicsit, úgyhogy számunkra is egy új útvonal vagy egy friss útvonal, amin most megyünk. Ennek tükrében milyen dalokat várhatunk? Hát a zenekarommal ugye alapvetően jazz szeretjük és jazz játszunk, de igyekeztem mindenfélét tenni bele, tehát van benne a Gőrsvindaltól kezdve a saját szerzemények is, de mindegyik egy kicsit a mi köntösünkben fogalmazódik meg, ugye dob, basszusgitár, gitár, amitől szerintem ilyen nagyon energikus, ritmikus alja van mindig a dolgoknak. Kolman Gábor szaxofonozik, és én énekelek, és együtt raktuk össze a műsorunkat, úgyhogy mi nagyon szeretjük, reméljük, hogy mindenki szeretni fogja. Már az időjárás nem volt kegyes a műfaj barátaihoz, de ennek ellenére az Alberigi Jazz Fesztivál folytatódott. Szombaton a Long Dogs zenekar mutatkozott be. Tudtuk mi már nagyon régen Tamással, úgyhogy ennek is köszönhető többek között, illetve a város 6-6-os támogatásának, hogy 10. jubileumunkat ünnepelhetjük. Kicsit rosszabb idővel, mint amire számítottunk, de bízunk benne, hogy ez a front, vagy ez a vihar, ami alulról érkezik délről, csak a szélek kap el minket, és lesz ma azért olyan lehetőség, hogy legyen tiszta játékidő és esőmentes. Holnap viszont Mics és Vörös nap lesz. Igen, a Mics család is képviselteti magát öcsém személyében, illetve a Tamásnak a zenekarra is fellép. Ez mindig egy üde színfoltja a fesztiválnak. Egyrészt azért, mert tényleg világszínvonalon muzsikálnak, másrészt meg fehérvári kötődésűek, tehát külön büszkék vagyunk rájuk. A Long Dogs különböző stílusokból merítkezik jazz nyelvezete szerint, de leginkább az elektronikus, funkos, rockos vonalat képviselik. Hangszereik mesterei kreatív alkotók, akiknek sikerült új és izgalmas dolgokat kihozni ebből a maguk választotta stílusból. Igazából az volt, hogy a bátyám gitározik, ma kivételesen nem, mert neki volt hamarabb egy buli, amit elvált, úgyhogy ma egy helyettes gitáros lesz, Benedek barátunk, de a bátyám ugye együtt nőttünk föl, együtt muzsikáltunk, és itt tanult a Kodolányi János Egyetemen, és itt ismerte meg a Varga Szabolcsot, és kellett csinálniuk egy diplomamunkát, és erre csináltak egy ilyen kisebb albumot, egy rövidebb albumot, és innen adta magát akkor, hogy akkor csináljunk egy ilyen triót, először a diplomamunka véget, és mivel jó volt a zenei összhang, és emberileg és zeneileg is jó kijöttünk, úgy döntöttünk, hogy akkor ezt folytatjuk tovább azután is, hogy ők végeztek a suliban, és csináljuk a zenekart. Miként választottatok stílust?
az igazából így valahogy jött. Így elkezdett a bátyám is számokat írni, meg én is, aztán ami jött, azzal dolgoztunk. Szóval ez így adta magát, nem volt egy ilyen előre meghatározott dolog. Azt tudtuk, hogy instrumentális dolgot szeretnénk csinálni, úgyhogy többféle szám is van, többféle hangulatú, az ilyen kicsit mainstream-től, vagy hát régebben voltak ilyen mainstream-ebb nóták is, az ilyen nagyon jazz-rockon át, az avantgárdig. Itt több minden volt, aztán talán most már így 5 év után így kialakult valami hangzás, ami a miénk lehet. Tudatos, hogy saját dalokat játszotok? Igen, az fontos volt nekünk, hogy mindenféleképpen saját szerzeményeket játszunk, mert jazz standardből és ilyen ismert számokból már játszanak eleget, de mostában gondolkozunk rajta, hogy talán egy-két filmbetétdalat, vagy valamit még feldolgozunk, hogy jobban tudjon hozzánk kapcsolódni a közönség, mert mindenki örül annak, hogyha hall a bulin olyan számot, amit már máshol hallott, és ahhoz tud kapcsolódni. Azoknak, akik kilátogattak a Bartók Béla térre, nem kellett csalódniuk. Az egyedi billentyűs hangzás, az ezer hangú gitárjáték, a különböző effektek egyként bizonyították a csapat sokszínűségét. Napon sem kellett csalódniuk a nézőknek, 3 székesfehérvári csapat varázsolt, összességében pedig elmondhatjuk, hogy a kivételesen gazdag magyar zenei élet fiatal és kevésbé fiatal reprezentánsai bizonyították, hogy a jazz örök. Próbálom a napos oldaláról nézni ezt a 3 napot az időjárás tekintetében. Nyilván ez ideális, az nem ilyen, azért azt megállapíthatjuk, de ahhoz képest, amit jósoltak meg, amit lehetett látni, kifejezetten a tegnapi napon is kegyes volt hozzánk, és le tudtak menni a programok. Van meg egy igazi őszi, késő őszi estét ígér a hőmérséklet, de legalább esni nem fog, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és nagyon nagy örömmel voltunk itt a 10. Albarégia Festen idén. Ha össze kéne foglalnod, akkor mit üzennél a jazz rajongóknak? Hogy továbbra is ilyen nyitottsággal bátran látogassák a jazz koncerteket, ne csak évente egyszer mondjuk a mi fesztiválunkat, vagy az országos nagy fesztiválokat, hanem biztos, hogy vannak az országban egész évben át nyitva tartó jazz klubok, vagy legalábbis jazz koncertek különböző helyeken. Bátran menjenek el, legyenek nyitottak, mert sokat kapnak a zenétől. Az záró napon a székesfehérvári Kodolányi János Egyetem jazz tanszékének tanáraiból és egykori diákjaiból alakult Mi Jazz Band nyitotta meg a koncertek sorát. Mitch Marci a feltörekvő fiatal jazz generáció egyik legtöbbre hivatott egyénisége és csapata nagy sikerű koncerten mutatta be dalait. Amikor itt zenélünk Székesfehérváron, most az mindegy, hogy az Albalégia Jazz Fesztivál vagy nem Albalégia Jazz Fesztivál, akkor azért teljesen más érzelmek vannak bennem koncert előtt, mint hogyha az ország bármelyik másik pontján, vagy a világ bármelyik pontján koncertezem, hiszen ugye lokálpatrióta vagyok, itt születtem, rengeteg emlék fűz, és ugye hát itt állunk a Bartók Béla téren, itt a környéken, ugye annak idején, mikor kisgyerek volt, a Mohai Vörös Trión, a Faxin, és még sorolhatnám a jobbnál jobb jazz zenekarokat, én is itt nőttem fel, és tényleg rengeteg emlék köt ide, úgyhogy ilyenkor tényleg extra jó érzések vannak bennem koncert előtt. Ennek tükrében milyen dalokat hoztatok, hiszen mindig különleges esemény, amit meghallhat tőletek a közönség. Ugye ebben a felállásban Horváth János, Kovács Gergő, Potesz Balázs és jó magam, már 15 éve játszunk együtt, noha a Mi Jazzben maga az már sokkal régebbi múltra tekint vissza, de igazából én azt gondolom, hogy ez a 15 év a legerősebb a zenekar történetében, saját szerzeményeimet játsszuk továbbra is, de itt ma az Albarégia Jazz Fesztiválon több új saját szerzeményt is játszunk, olyanokat, amit még biztos vagyok benne, hogy nem hallott a közönség. Az Organ Station Jazz Trio 2020-ban alakult formáció, amely az 50-es, 60-as évek mainstream jazz hangulatát tárta a hallgatóság elé. Repertoárjuk a stílus ikonjainak legismertebb dalait tartalmazza, de emellett saját modern kompozíciókat is hallhattuk tőlük régi köntösbe bújtatva. Nagyon örültünk a meghívásnak, mivel hát viszonylag friss formáció vagyunk, úgyhogy meg is lepett, megtisztelő is, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk önökkel. Mutasd be kérlek szépen a csapatodat, hiszen ez, ahogy mondtad, egy friss formáció, és azt hiszem, hogy nagyon jó lesz majd hallgatni titeket.
Márkos Jóci C3-as Hammond orgonán, ugye a zenekar különleges, hogy eredeti Hammond orgonán játszunk. Én személy szerint Kovács Tamás vagyok a gitáros, Izsó Tamás dobol, és Márkos Liza énekel. Milyen dalokat hoztatok nekünk? Elsősorban az 50-es, 60-as évek mainstream jazz világából fogunk standardeket játszani. Ahogy megszokhattuk, a Vörös Tamás projekt egy kérlet, remek művet tárt a vágyfülű zeneszerető közönség elé. A zenekar olyan színes, szofisztikált, friss zenei alapot tárt közönsége elé, ami felett a szólisták tudásuk legjavát adva szárnyaltak. Idén is sok színű, rendkívül míves anyaggal búcsúztak. Tradíció most már, hogy mi zárjuk a fesztivált, de szerintem ez így a jó mindenhol általában, hogy a helyi csapat zár egy ilyen volumenű fesztivált. Arra gondolok, hogy jó lenne jövőre is ugyanitt találkozni. Egy picivel jobb időben, jobb időt kérnénk, a lehet, de hát ez úgyse rajtunk függ. De én abban bízom, hogy a 10 évből aztán lesz 15, aztán 20, majd más is csinálja, nem csak én. Tehát, hogy a fiatalok ezt folytatják, ez 1967 óta lévő tradíciót Székesfehérváron. Szerintem ez fontos Fehérvár a kultúrájának. Mivel készültetek a mai napra? Van egy-két új szám, hát világos, hogy azok bent lesznek, és igazából a lemezről fogunk játszani, ami tavasszal jelent meg. Nagyon fontos kérdés, ez már itt a zárszó tulajdonképpen, hogy én azt hiszem, hogy ez a három nap az időjárástól függetlenül is kielégítette azokat a zenerajongókat, akik a jazzre esküsznek. Te hogy értékeled ezt a három napot? Én mindig ugye bennem van, amikor összeállítjuk a Gergővel a program részét, hogy jó-e, hogy mindig benned van a kétel. Nagyon sok zenekar van, különben Magyarországon is, meg külföldön is, hogy jó-e ez a választás X zenekarról, és aztán egy kis stresszes is ez, hogy mennek le, de olyan jók a visszacsatolások, hogy most úgy érzem, hogy megint jót sikerült, ilyen óvatosan mondom, hát ezt úgyis eldönti a közönség mindig, hogy ez a három nap megint jó lett, és reméljük, hogy jövőre is sikerül összeszednem magamat ebben a dologban. A koncertsorozat után egyetérthetünk Fodor Ákossal, aki úgy fogalmazott, a jazz nem szó, mentalitás, annak átélt tudása, hogy a teremtés alapdallamai adottak és gyönyörűek, hibáikkal többek a tökéletesnél, és hogy minden emberi mű ezek variált ismételgetése, újra simogatása, emellett alázatos és önérzetes, megszólaltatásuk mindenkor egyetlen és visszahozhatatlan ünnep, mindig ismerős és mindig hasonlíthatatlan öröm. A Múzeum Akusztik programsorozat keretében a Red White Duo lépett fel a Szent István Király Múzeum díszudvarán, Héri Csenge és Mádi Szabó Eszter cselló művészek repertoárja a legkényesebb klasszikus zenei igényeket is kielégítette. Rendhagyó nagy sikerű koncertekre invitálta a hétvégén a Szent István Király Múzeum a zenebarátokat. Bár a pénteki első találkozó betegség miatt elmaradt, de a szombati koncert két kivételes tehetségű cselló művész, a Red White tagjai Hérics Csenge és Mádi Szabó Eszter várták a klasszikus muzsika kedvelőit. Számos rendezvénnyel készül a múzeum ingyenes programokkal, ahova várjuk az érdeklődőket. Ilyen ez a Bor és a Zene a Múzeum Akusztikum című sorozat is, ami itt a Jazz Fesztivál előfutáraként készül és különböző programokkal jelentkezik. A Red White megalapítása természetesen a barátságon és a tehetségen alapult. A klasszikus zenét hivatásul választó duó tagjai már az egyetemi évek alatt is megértették egymást, ami az évek során, ahogy a koncerten is kiderült, egy kivételes zenei élményt adott a közönségnek is. A mi kapcsolatunk és barátságunk az hát most már szerintem több mint 10 éve tart. A duózásunk is ezen a nyáron 5 éves, és egyetemi
szobatársakként kezdődött a pályafutásunk, ugyanabban az egyetemre Győrbe jártunk, és ott jártunk ugyanarra a Gordonka tanszakra. Ez egy sikertörténet a duóé mindenképpen. Milyen kapcsolódási pontokat fedeztek fel a zenében? Egymással? És a zenében? Hát mind a ketten szeretjük a formabontó, kicsit rendhagyóbb dolgokat, és ezeket a műfajokat összehozni, és ugye ebből is született meg a duó, ami egy, mondhatni, ez egy crossover műfajú együttes. Mári Szabó Eszter az Alba Regia Szimfonikus Zenekar csellistájaként számos nagy sikerű előadás részese, de ahogy megtapasztalhattuk, a Red White számára is különleges kihívás és egyben megerősítés. Győrben találkoztunk először, szobatársak voltunk, és a kapcsolatunk szerintem kicsit hektikusabban indult ennél, és aztán pár évre elsodródtunk egymástól, és 5 évvel ezelőtt találkoztunk újra. És akkor viszont nagyon egyértelmű volt minden, valahogy mind a ketten úgy fejlődtünk az évek során emberileg is, meg zeneileg is, hogy nagyon jó barátság kezdett kialakulni. A repertoár, a zenei összetartozás nyilván rányomja a bélyegét a mindennapokra, hogy sikerül ezt egyeztetni? Hála Istennek nagyon sok mindenben egyezik a véleményünk, az ízlésünk is, és emellett meg ott van az is, hogy igyekszünk lojálisak lenni egymással, tehát hogyha valaki nem szeretne játszani, akkor azt a másik elfogadja. És egyébként ez nem csak a zeneművek választására igaz, hanem az egész barátságunkra és a zenei kapcsolatunkra is. Folytatódott a Szent István Király Múzeum akusztik programsorozata, mégpedig a Tilinkó zenekar vendégeskedésével. A akusztik vasárnapi programjának vendége az ebben az esztendőben 30. születésnapját ünneplő Tilinkó együttes volt. A Szent István Király Múzeum dísztermét választó közönség nem csalódhatott. Knejfel Imre, Knejfel György, Juhász Balázs és Porgál Zoltán városunk legendás népi zenekarának tagjai fergeteges estével ajándékozta meg a népi kultúra iránt érdeklődőket. Minden felkérésnek örülünk. És hogy ez most éppen Fehérváron van, azért még nagyobb az örömünk. Épp tegnap is voltunk éppen Söréden zenélni, megyünk Lajoskomáron, mert több fele megyünk itt megyén belül is, meg Pestre is járunk időnként, oda is meghívnak bennünket. Örülünk neki, hogy Fehérváron meg tudunk mutatkozni. Hogy éppen mekkora közönség lesz, azt majd meglátjuk. A eléggé megváltozott időjárás miatt azért lehet, hogy kevesebben lesznek, de mi ettől ennek ellenére szívesen zenélünk. Sose voltam ebben a térben, nagyon jól néz ki, és úgy hallottam, hogy itt hangolás közben nagyon jó akusztikája van. Egy nagyon egyszerű választ, Tilinkót, tehát amit eddig zenéltünk, abból egy órát fogunk zenélni, lesznek kis-magyarországi és erdélyi zenék benne. A Királyi Napok programsorozata keretében egy rendkívül érdekes színházi előadást is megtekinthettek a székesfehérváriak. Ferenczi Nagy Boglárka írta és rendezte azt a darabot, amely Géza fejedelem vívódásaival foglalkozik, kereszténység vagy az ősi magyar kultúra. Géza! Hova készül az a sok lovas odakint? A Nemzeti Emlékhelyen mutatják be az Egy Isten című egyedülálló zenés prózai produkciót a Királyi Napok keretében. Az álomjáték a hazája sorsán tépelődő Géza fejedelmet és a keresztény vallás felvételével kapcsolatos belső elmélkedését állítja a középpontba. A darabot Ferenczi Nagy Boglárka írta és rendezte. Mindig is foglalkoztattak a történelem morális dilemmái, és azt hiszem, hogy a magyar történelemnek ez egy olyan alapköve, amivel
egy ilyen szakrális helyen feltétlenül foglalkoznom kell. Amikor megkaptam a lehetőséget, hogy itt rendezzek, akkor az első gondolatom az volt, hogy valahogyan a kereszténység felvételének a körét kezdeném el boncolgatni. És végül is Géza fejedelemhez jutottam ki, mert azt gondolom, hogy István államalapításával sokat foglalkozunk. Viszont Géza fejedelem egy kicsit kevésbé frekventált ebből a szempontból, és ezért arra gondoltam, hogy megírnám az ő döntéshozatalát egy kortárs felfogásban. Igen, hát a döntés felelősségei tulajdonképpen arról szól, hogy maradunk a pogányságnál, vagy csatlakozunk a keresztény Európához. Pontosan, és azt hiszem, hogy az ilyenfajta morális dilemmák sosem veszítik aktualitásokat. Én nem fogok ebbe beleerőltetni semmilyen aktualizálást, viszont azt gondolom, hogy nagyon sok minden felfedezhető ebben a darabban, amit akár párhuzamba tudunk állítani mai életünkkel, akár tanulságot tudunk levonni belőle. És az egyik legfontosabb emberi tulajdonság az az, hogyha tudjuk magunkra értelmezni a történelmet. Én eddig sem akartam búcsút venni tőletek! Nem, pedig a kis csinos követeidet elnézve úgy tűnt. A darab a fiatal, kemény jellemű Géza fejedelem elmékedésére épül, aki egy az ország jövőjét befolyásoló döntésre készül. Vagy ellenáll az Európából érkező keresztény nyomásnak, és akkor gyakorlatilag pusztulásba sodorja a magyar nagyfejedelemséget, vagy enged, és ezzel kimondja a magyar törzsi kultúra és vallás megszűnését, és így utódja István öröksége a keresztény kultúra meghonosítása lesz. Amikor Bogi megkért, hogy szerepeljek ebben az előadásban, az Egy Istenben, én egyből igent mondtam, mert Bogival nem csak, hogy szeretünk együtt dolgozni, de barátok is vagyunk. És amikor mesélte, hogy bábos is lesz ez a dolog, akkor még jobban felcsillant a szemem, mert én alapvetően bábszakra járok az SZF-én. És igazából már az elejétől fogva hihetetlenül gördülékenyen ment, mert nagyon jó csapattal dolgoztam együtt, és nagyon hálás vagyok ezért az időszakért, mert nagyon jól telt. És nagyon sokat ötleteltünk, jobban megismertük egymást, úgyhogy én kimondottan pozitívan fogadom ezt az egészet, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek. El lehet mélyülni egy ilyen történelmi időszakban? Hát hogyne, persze. Szerintem azért akarunk színésznek tanulni, hogy mindent átélhessünk, és mindent úgy magunkhoz tudjunk venni, egy kicsit átéljük. És amikor mondta Bogi, hogy én fogom Saroltot kell játszani, akkor elkezdtünk róla jobban beszélgetni, voltak ilyen mélyebb beszélgetések, bár a Pusival, aki a Géza fejedelmet játsza, neki nagyobb volt ez a folyamat, lelki dolog, hogy megértse ezt az egészet, és én nagyon örülök, hogy egy ilyen erős erős és önálló nőt alakíthatok a színpadon, és megmutathatom azt, hogy neki vajon mi lehetett a szerepe ebben az egészben, amikor ez történt. Egyesítjük a mennyet és a földet. Ebben a kétségekkel átitatott sorsdöntő helyzetekben játszódik a 45 perces előadás, ami morális tépelődése a jövő és a múlt árnyaival. Nagyon-nagyon örültem neki, nagyon szeretek Bogival dolgozni, és amikor elolvastam az anyagot, akkor egyből azt éreztem, hogy ez ide való, ugye Bogi ide írta ezt az egész előadást, és remek, remek egész egyszerűen, hogy ide készült, egy ilyen szakrális térben adhatjuk elő, egy ennyire fontos dologról készült előadást. Miként lehet elmélyülni ebben a darabban, hiszen egy rendkívül fontos történelmi pillanatot idéz meg. A próba folyamat az nem volt túlságosan hosszú, de annál tartalmasabb. Nagyon sokat beszélgettünk egymással, próbáltam én is utána olvasni, utána járni azoknak a történelmi adatoknak, hogy minél pontosabban és hitelesebben tudjak alakítani. És a szerepében melyik azok a legfontosabb pillanatok, amelyeket mindenképpen szeretne elénk tárni hitelesen? Hú, úgy gondolom, hogy nincsen egy-két ilyen megfogalmazható pillanat. Úgy érzem, hogy az egész karakternek az íve az, amit szeretnék átadni. Az előadás szereplői a Színművészeti Egyetem hallgatói Puskás Balázs, Hus Laura, Csáki Benedek és Lehel Vilmos, Géza fejedelem és az ő elméjében megjelenő három mitológiai lény, illetve születendő fiának, Vajknak elképzelt alakja. A zenét Ferenci Nagy Levente, Tárnok Ákos és Ferenci Nagy Boglárka jegyzi. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.